Érkezik a kisvárdai buszjárat a nyíregyházi autóbuszállomásra. A rajta utazóknak érdemes körülnézni, mielőtt leszállnak, nehogy bármi az ülésen maradjon. Évről évre számos értéket hagynak el az utasok, például telefont, pénztárcát, bőröndöt, könyvet vagy szemüveget. Az elveszett tárgyakat általában a járműveken szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a takarító személyzet vagy az utasok találják meg, és jó esetben adják le a forgalmi irodában vagy a sofőrnek. Ha észrevettük leszálláskor, hogy valami véletlenül fennmaradt a fedélzeten, akár vonaton, akár autóbuszon, legyen az helyközi vagy helyi, minél előbb tárcsázzuk a MÁV direkt telefonszámát. Ez egy alapvetően díjmentesen hívható telefonszám, ahol a diszpécserek segítenek majd megtalálni ezt az eszközt, vagy ezt az elhagyott tárgyat, és akkor meg is lehet majd beszélni a későbbiekben, hogy ezt hol lehet majd visszakapni. Alapvetően ezeket állomásokon vagy pénztárakban lehet egyébként visszakapni, visszakérni. Sokat számít, milyen gyorsan cselekszünk, miután észrevettük, hogy valami eltűnt. Ez egy több lépcsős folyamat, tehát beérkezik a hívás, akkor a diszpécser elindítja a szolgálati utat a különböző vezetőkhöz, és akkor eljut természetesen minél előbb. Ezek gyakorlatilag percek kérdése az autóbuszvezetőhöz. Ugye nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az autóbuszvezető menet közben nem intézhet ilyen jellegű telefonhívást, vagy nagyon maximum vészhelyzet esetén, és akkor sem kézben tartott mobiltelefonnal, úgyhogy ezzel számolni kell, hogy azért ehhez kell egy pici idő. Bankkártya és okmány esetében, ha a tulajdonos azonosítható, a bankkártya kibocsátónak, illetve a személyes okmányokat kiállító hatóságnak juttatja el a kártyát a társaság. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárgyal együtt, például kabáttal, táskával adnak le. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van, az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, amelyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos polgári törvénykönyv alapján a magyar államhoz kerülnek. Más tárgy esetén, ha tulajdonosa nem beazonosítható, azt az adott állomáson 8 napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, és ha senki sem keresi, megsemmisítik. 2023-ban összesen közel 21.500 buszon vagy vonaton talált tárgyat rögzítettek a rendszerben, amiből több mint 12.000 került vissza a tulajdonosához. A legértékesebb elhagyott tárgyak néhány százezer forintot értek, mint például mobiltelefon vagy laptop, de volt olyan is, aki elektromos rollert, kerékpárt, gitárt vagy éppen hegedűt hagyott egy-egy járaton.